Mind ti angyalok a mennyben, örüljetek, mert itt az idő. Mindig küldtem üzenetet az embereknek a követeimen, az angyalokon és prófétákon keresztül. Újra és újra szövetséget kötöttem velük, amit újra és újra megszegtek. Most egy utolsó szövetséget kötök velük, ami örökké fog tartani. Elküldöm a fiamat a földre. Ő lesz a megváltó, aki eltörli az emberek bűneit a földön. Ember lesz. Olyan lesz, mint az összes ember, de nem lesz bűnös. Készítsetek elő mindent, hogy megszülethessen. Mihály, te az angyali hadsereg vezére, küzdj a gonosz ellen, és segíts az embereknek legyőzni a rosszat. Ráfael, te az emberek segítője és gyógyítója, mentsd meg az emberek lelkét, és segítsd életüket. Gábriel, te közvetítőm, a jó hír vívője, tudasd az emberekkel az örömhírt, és mutasd nekik a helyes utat. Ti őrangyalok, vigyázzatok a rátok bízottakra. Ti többi angyalok, kerubok és szeráfok, dicsérjétek szent nevemet az égben és a földön. Elérkezett az idő, hogy megszülessen a megváltó. Az Isten engem bízott meg azzal, hogy legyek az örömhír vívője. Meg kell tudniuk az embereknek, hogy közeleg a megváltó eljövetele. A mindenható nekem adta azt a feladatot, hogy gyógyítsam az emberek lelkét. Bűnbánatot kell tartaniuk, hogy tiszta lélekkel várják a messiást, az égi királyt. Az Úr azt parancsolta nekem, hogy segítsem az embereket küzdeni a gonosz ellen. Ellen kell állni a gonosz kísértéseinek és a földi élet túlzásainak, hogy kiszabaduljanak a bűn fogságából. Hogy ezeket tudassuk az emberekkel, előhírnököt kell küldjünk, aki figyelmezteti őket. Igaz és hívő családból kell származnia, hogy életének példájával az emberek előtt járjon, és ezzel is terjessze az örömhírt. És családjának élete is segítsen az embereknek a helyes út megtalálásában. Sok bűnt se lássanak tőlük az emberek, így a gonosz ellen küzdjenek. Máriának, akit már születés előtt kiválasztott az atya, és meg kell tudnia a jó hírt. Jó útra kell vezetnünk, hogy az Isten mellett döntsön, hiszen neki is szabad akarata van. Ellen kell állni a gonosz kísértéseinek. Józsefnek, Mária jegyesének is tudtere kell adnunk a feladatot, amit neki szánt a mindenható. Őt sem hagyhatjuk magára a helyes út megtalálásában, a segítségre szorul. És Betlehembe kell őket vezetnünk, mert az Úr azt ígérte az embereknek, hogy Dávid családjából, az ő városából származik majd a Messiás. Mindenkihez el kell vigyük az evangéliumot, vagyis az örömhírt, hogy hódolhassanak Jézusnak, szegények és gazdagok, közelről és távolról érkezők, hogy az egész földkeresség dicséretét fejezzék ki. Ki kell választanunk az előhírnök méltó szüleit. Olyan embert kell keresnünk, aki megbecsüli majd a gyermeket. Olyas valakit, aki segíti majd fiát és szent életűségre vezeti. Zakariás az Úr papja, feleségével régóta imádkoznak gyermekáldásért. Ő meg fogja becsülni, ha az Isten gyermeket ad neki. Igaz életet él feleségével. Bár már mindketten idősek, így is töretlenül imádkoznak. Erősítek el, hogy legyen. Méltó lehet erre az ajándékra és feladatra egyben. És Erzsébet távoli rokona Máriának. Legyen Zakariás az előhírnök apja. Gábriel, szállj le hozzá, és mondd el neki, milyen ajándékot kap az Istentől. Imádkozzunk, testvéreim!
Istenem, feleségem Erzsébet és én már idősek vagyunk, de eddig nem született gyermekünk. Kérd, legáld meg családunkat egy új taggal. Nap mint nap ezt az imát mondom el neked, Uram. Kérlek, hallgass meg kérésünket. Zakariás, a kitartásodért a mindenható, a seregek ura teljesíti a kérésedet. Istenem, ne hagyd, hogy megőrüljek. Mutasd meg, hogy nem te küldted az angyalodat hozzám. Az Úr küldött engem, nem őrültél meg. A magasságbeli meghallgatta kitartó imádat. Mit jelent ez? Gyermeket fogsz születni, akit Jánosnak fogsz hívni. Hogy lehet ez, hiszen Erzsébet és én már idősek vagyunk. Az Isten teljesíti, amit mindig is kértél. Neki minden lehetséges. Istenem, Uram, én mindig kértelek téged, és most teljesíted. De Erzsébet már túl idős ahhoz, hogy fia szülessen. Hát nem hiszel? Az Isten mindenható. Neki semmi sem lehetetlen. De mégis hogyan fog ez megtörténni? Feleséged Erzsébet gyermeket fog várni. Az Úr a segítségetekre siet. Ő a földi korlátok felett áll. Fiad lesz a messiás előhírnöke, a pusztába kiáltó szó. De amiért most nem hittél, megnémulsz, és addig nem beszélhetsz újra, ameddig minden meg nem történik úgy, ahogy mondtam. Ez a te próbatételed. Fogadd el az Úr akaratát, teljesítsd az ő kérését. Bár Zakariás kitartó volt, szíve mélyén nem hitt. Most be kell bizonyítani, hogy igaz ember. Ha most kiállja a próbát, megmutatja, hogy ellen tud állni a gonosz kísértéseinek. Reméljük, ez most segít neki, hogy visszataláljon a helyes útra. Mennyesi hegységkel horgony a Gabriel, József jegyesihez ékes köszöntéssel. Isteni titkai mi már kijelentem, mert Szűz Máriában jó kedvem telt nekem. Most Máriának viszem el az örömhírt. Gábriel, erősítsd őt a hitben, hogy a helyes utat válassza. Le kell, hogy győzze a gonosz csábítását. Ezzel elérkezett az idő, hogy a Messiás, az Isten fia földre szálljon. Az Isten újra és újra szövetséget kötött az emberekkel, amiket bűneikkel mindig megszegtek. Most egy új és örökké tartó szövetséget köt velük. Egy szülött fiát adta oda értük, hogy megváltsa őket. Ő hoz szabadulást a foglyoknak, gyógyulást a betegeknek, üdvözülést a lelkeknek. Parancsol a gonosznak, legyőzi a bűnt és a halált. Üdvözlégy, Mária! Az Úr kegyes volt hozzád. Mit jelent ez? Gyermeket fogsz születni, akit Jézusnak fogsz hívni. Ő lesz a megváltó, a Messiás. De hát Józseffel össze sem házasodtunk. Hogy lehetséges ez? A Szentlélek száll rád, fiat pedig az Isten fia lesz. Istennek minden lehetséges. Rokonod Erzsébet is gyermeket vár időskora ellenére, pedig az emberek azt gondolták, hogy mindez lehetetlen. Elfogadom, amit az Úr nekem szánt, az ő szolgáló lánya vagyok. József, beszélhetünk? Igen, mondd, mit szeretnél. Megjelent nekem egy angyal, és azt a hírt hozta, hogy gyerekem fog születni Istentől. Szórakozol velem? Ezt így közlöd? Hogyan máshogy mondanám? Hát talán esetleg kezdhetnéd azzal, hogy az igazat mondod. De ha egyszer ez az igazság? Ne viccelődjünk már, ezt még te sem hiszed el. Isten lesz a gyerek apja? Ismersz, József, sosem hazudtam neked. Pont egy ilyen esettel kezded. Na szép. Tudod, hogy értettem. Most is csak az igazat. A szintiszta igazat mondom. Talán van rá bizonyítékod? Mások is látták az angyalt? Nem, csak egyedül voltam. De képzeld bele magad az én helyembe. Te mit mondanál? Először is nem hagytam volna magam ilyen helyzetbe kerülni. Másodszor, ha mégis, akkor is csak az igazat. És ha ez az igazság? Na jó, lehet, hogy pont ugyanezt, de ez attól még ugyanúgy lehetetlen. Istennek semmi sem lehetetlen. De miért tenné ezt? Azért, hogy megváltsa az embereket bűneiktől, elküldi a fiát, a Messiást. Mennyi időt töltöttél a zsinagógában, hogy ezt betanuld? Ezt az angyal mondta nekem. Ez Isten káromlás. Hogy képzeled, hogy méltó lehetnél megszülni az Isten fiát?
De erre senki sem lehet méltó a földön, de ha az Isten így akarja megváltani az embereket, akkor egy méltatlan embert kellett kiválasztania. És ennek pont neked kellett lenned? Figyelj, akkor titokban elválunk, én nem akarok neked rosszat okozni, az már úgyse változtatna a helyzetem. De nem kell elhagynod, neveljük fel együtt a gyereket. Én sem maradhatok szégyenben, és igyekezni fogok, hogy ne legyen botrány. Remélem el fogod hinni, amit mondtam, de köszönöm, hogy jó indulatú voltál. Isten Józsefnek adta azt a feladatot, hogy nevelje föl a gyermeket. Mivel nem hitt Máriának, máshogy kell vele tudatnunk a feladatát. Álmában szólok hozzá, úgy biztos elhiszi majd. József, kelj fel! Ki szól hozzám? Az Úr angyala vagyok, Gábriel. Igaza volt Máriának? Tényleg te mentél el hozzá? Igen. Miért kételkedtél jegyesett szavában? Annyira hihetetlen volt, amit mondott. Az Úr bízza rád azt a feladatot, hogy neveld fel a fiát. Ha az Isten így akarja, hogy ellenkezhetné? Örülök, hogy helyesen döntöttél. Vedd magadhoz Máriát és a kisdedet, és neveld fel saját fiatként. Mindenben teljesítem az Isten akaratát. Igaza volt Máriának, én pedig kételkedtem. Helyre kell hoznom a hibámat, és többé nem leszek hitetlen. József helyesen döntött, jó útra tért. Jó volt ő mindig is a lelkében. Nem tudott rajta eluralkodni a sátán, erősen küzdött ellene. József egy igaz ember, aki egész életében terjeszti majd a jó hírt. Ezután Mária elment meglátogatni távoli rokonát Erzsébetet, mivel a tudtára adtuk, hogy ő is gyermeket vár. Erzsébetben az előhírnő már ekkor találkozhatott a megváltóval. Vagy a legáldottabb asszony, és a fiad is áldott. Miért köszöntesz így? Amikor megláttalak örömömmel, megmozdul bennem a fiam. Fel sem tudom fogni azokat a dolgokat, amik történtek. Felfogni nem is lehet, ezt csak hinni tudjuk. Mesélj el mindent! Hogyan lehet, hogy gyereket vársz? Én is kérdezhetnélek téged, de először elmondom mindent, amit tudok. Egy nap, amikor Zakariás a templomban látta el a szolgálatát, úgy jött haza, hogy néma volt. Nagyon megijedtél? Képzelheted, tudod, hogy mindig is szerettünk volna gyermeket, de nem kaptuk gyermekáldást az Istentől. Zakariás, amikor a templomban volt, azért elmondott egy imát, hogy legyen gyermekünk. Egyre idősebbek lettünk, és már nem lehet gyermekünk, de a férjem nem hagyott fel az imával. És mi történt, amikor Zakariás megnémult? Szóval aznap hazaért Zakariás a templomból, nem tudott beszélni. Akik látták, elmondták, hogy mi történt. Amikor belépett a szentélybe, még tudott beszélni, de mire kijött, addigra már nem. A férjem elmutogatta nekem, hogy látomása volt. Egy angyalt látott, hogy fiam fog születni, akit Jánosnak kell neveznünk. Azért némult, mert nem hitt az angyalnak. És ezt mind elmutogatta? Nehezen értettem meg, de most arra már igen. Egy angyal jelent meg nekem is. Arról hozott hírt, hogy gyermekem fog születni. Már összeházasodtatok Józseffel? De miért jelent meg neked az az angyal? Nem házasodtunk össze. Az angyal azt mondta, hogy a gyerek Istentől lesz. Ajjaj, József, mi szól ehhez? Eleinte egyáltalán nem hitt nekem, de azt mondta, hogy titokban akar elválni. Aztán egy idő után mégis elhitte, és azt mondta, ha az Isten ezt akarja, akkor ő felneveli a gyereket velem. Ez érdekes, hogy József így bízik az Úrban, és így bízik benned. De honnan tudod, hogy én is gyermeket várok? Az angyal mondta el nekem. És mit jelent az, hogy a gyermek Istentől lett? Én sem értem pontosan, de azt tudom, hogy nagy lesz és fontos.
Azt mondta az angyal, hogy ő lesz a megváltó, a messiás, az Isten fia. Hogy lehetséges, hogy az Uramnak anyja eljött hozzánk? Felfoghatatlan nekem is ez a csoda. Magasztalja lelkem az én Uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, lepillantott rám, alázattal zengi dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még, boldognak van engem minden nemzedék. Nagyot mévet rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az ő neve. Most eljött Zakariás próbatételének ideje. Eldöntheti, hogy teljesíti-e az Isten akaratát. Már elfogadta a gyermeket. Ha Jánosnak nevezi el, akkor minden úgy lesz, ahogyan azt az Isten akarja. Rafael, a te feladatod a betegek gyógyítása. Ha Zakariás helyesen cselekszik, nyisd meg újra a száját. Én bízom benne, hogy jó útra tér, és meggyógyíthatom. Hogy akarjátok elnevezni a gyermeket? Zakariás lesz a neve? Mint az apjáé? Jánosnak fogják hívni. De hát senki sincs, akit így hívnának a családból. Biztosak vagytok benne? Zakariás, te hogy akarod elnevezni? Bizonságot tettél, hogy hűséges vagy az Istenhez, most újra tudsz beszélni, meggyógyítottak. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erőszabadított támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Téged pedig gyermek, a fönséges Úristen prófétájának fognak hívni. Az a magasságbeli akarata, hogy gondoskodjak arról, hogy az embere dicsőíthessék a földre szálló Urat. Közeledik a születésének ideje, küldjünk jelet. Küldjünk egy égi jelet, amit a világ minden pontjáról láthatnak. Akik az Isten égi jelek körében elég jártasak, hogy azokat megértsék, ők lesznek az emberek között a legméltóbbak rá, hogy az egész földkereség nevében köszönthessék a megváltót. Boldizsár, mennyiért, nézzétek, mit vettem észre az égen, az ott a Jupiter és a Szaturnusz együttállása. A Jupiter a királyok királyának csillaga, a Szaturnusz pedig Izrael csillaga. És figyeljétek meg, a Jupiter áll a legmagasabban, ez az igazságos és bölcs törvényhozó születésének jele. A Szaturnusz pedig esti kelésében jár, ez az erős uralkodók jelképe. És a halak csillag képében vagyunk. Ez az új reményt és életet szimbolizálja. És már másodjára jelentek meg ugyanígy. Akkor biztos, hogy új király születik Izraelben. Feltétlenül meg kell látogassuk. És tiszteletünket kell kifejeznünk, ha ilyen nagy uralkodó, hogy Isten jelszól róla. A legdrágább ajándékainkat vigyük neki. Ha minden készen áll, indulhatunk. Én frissen húzatok a szolgálóimmal, aranyat és töményt sádából. Aranyat királyhoz méltó ajándéknak, töményt pedig az Isten főpapjának. Akkor én pedig mirhát viszek, hogy sebeit gyógyítsa, szépségét növelje, az Istenhez imáit eljutassa. Én pedig előkészítek mindent, ami az úthoz szükséges.
Szerencsére a babiloni főpapok megfejtették az üzenetünket. Ők, akik legfelsőbb vezetők szinte királyok, hódolnak a messiás előtt. Az Úrhoz méltóan távoli vidékekről érkeznek az öröm hírére. Betlehemben kell megszületnie a megváltónak. Hogy azt az Isten megígérte az embereknek. József Betlehemből való, mivel Dávid családjából származik, és ez Dávid városa. Augustus császár úgyis népszámlálást rendelt el. Ha az emberek nem lak, hanem származási helyükre mennek, akkor Mária és József a szülés idején Betlehemben fognak tartózkodni. Mihály, add ki magad római katonának, és gyorsan juttasd el a hírt a szent családhoz. Kösszírré tettetik, hogy Augustus császár népszámlálást rendelt el. Minden férfi jelenjen meg abban a városban, honnan származik, a családjával együtt. Betlehem, Betlehem, a te határidba, érkezett át Mária rongyos istálóba. Ott üvén mindegyre, József, én már teljesen elfáradtam. Ha itt se lesz hely, akkor alszunk valahol a szabad ég alatt. Ez az utolsó ház. Gyere itt, még próbáljuk meg. Jó estét! Akad még egy kis hely? Egy kevés hely talán még akad. Hány talentumot adnának érte? Csak pár száz ezüstünk van. Kérem, ne küldjön el minket. A feleségem hamarosan szülni fog, és nincs hol aludnunk sem. Nekem nincs időm mindenféle népség baját meghallgatni, majd más úgyis fizet a helyért. Az embereket csak a pénz értekli, gonoszság befészkelte magát a lelkükbe. Mutassunk nekik utat a közeli istállóhoz, hogy ott meghúzhassák magukat. Szállást az a csillag megálltotta fölött az épület fölött. Ez egy istálló. Gyere, itt meghúzhatjuk magunkat. Nagyságos Heródes, társaimmal Babilonban égjelet láttunk az új király születéséről, ezért jöttünk el hozzád Izraelbe. A születendő új királyt jöttünk köszönteni. Nagyságához méltó ajándékokat hoztunk neki. Nem tudom, miről beszéltek, nekem nem fog gyermekem születni, de megkérdezem az írástudókat, hogy mit tudnak egy hatalmas új király születéséről. Azt mondják, hogy Betlehemben kell megszületnie, de sokan úgy gondolják, hogy már meg is született.
Ha megtaláljátok, gyertek vissza, és mondjátok el nekem is, hogy merre van, hogy én is hódolhassak neki. Köszönjük segítségedet! Küldjünk a bölcsöknek újabb égi jelet, hogy megtalálják a kisedet. Küldjünk egy üstököst, hogy járjon előttük az úton. Amit követhetnek. Nézzétek, megjelent egy csillag. Biztos a Betlehembe vezető utat jelzi. Menjünk és kövessük a csillagot. Szerencsére megtalálták a csillagot. De még szólnunk kell nekik, hogy tartsák titokban Heródes előtt az újszülött hollétét. Távoli vidékekről érkezők mennek dicsérni Jézust. Akik országok legmagasabb rangú vezetői, jönnek, hogy hódoljanak az öröm hírére. Méltó, hogy a gazdagok, a távolról érkezők hódolnak a Messiás előtt, de Jézus mindenkihez jön. Nem csak a gazdagokhoz, nem csak a távolról érkezőkhöz, jön azokhoz is, akik szegények és csak a közelben vannak. Ezért, hogy ők is kifejeztessék hódulatukat, hogy őket is képviselje valaki a jászolnál. Mondjuk el a hírt olyanoknak, akik épp a közelben vannak és nem élnek nagy palotában. Akiktől nem messze lejátszódik a csoda, hogy az Isten fia földre száll, ne maradjanak tudatlanok, hadd részesüljenek ebben a nagy örömben. Akiknek nincs pénzük maguk számára sem, hozzanak az Úrnak szívből jövő ajándékot. Úgy tudassuk velük a hírt, hogy lássák, sok angyal örül a mennyben, és hívjuk őket, hogy csatlakozzanak hozzánk az Isten dicsőítésében. Jelzelet, fiassék, eljöttek föl! Miért kellett felébresztenek, tálopják anyáját? Mi ez a szép zene? Honnan jön? Nem tudom én sem, de látod ezt a nagy fényt? Mi lehet ez? Mint a fehér ruhás embereket látnék, halványon. Kik ezek, és mit akarnak? Mint a szárnyuk volna, mint valami madárnak. Hallottam ilyen lényekről még a városban, a zsinagógában, angyaloknak hívják őket. De mindeddig azt hittem, csak mese. Nem tűnik éppen mesének. Két szemünkkel látjuk őket, két fülünkkel halljunk szép éneküket. De mit keresnek itt a puszta közepén egy téli éjszakán? Ez majd kiderül. Talán majd mondanak is valamit? Addig hallgassuk a mennyei muzsikát. Ne féljetek, pásztorok! Azért jöttünk hozzátok, hogy egy nagy örömet mondjunk el nektek. Itt a közelben, tőletek nem messze megtörtént a csoda, hogy az Isten fia földre szállt. A szegények királya is lesz ő. Keressétek fel, és köszöntsétek őt. Ez lesz a jel. Kisgyerekeket találtok pólyába csavarba, jászolba fektetve. Őt keressétek. Ajándékot is vigyetek nekik. Induljunk gyorsan! Szedjük fel, amit tudunk, és vigyük el neki ajándékot. Jó ötlet, én elviszem neki a bundám, hogy ne fázzon az éjszakában. Én persze a furujámat adom neki. Én elviszem egy kis bárányunk neki. Vigyünk neki tejet, sajtot, olyat is. Nem is értem, hogy történhetett ez velünk. Nem, hogy még békésen aludtunk, aztán ilyen csoda történt velünk. De ne késlekedjünk. Még ha nem is tudjuk felfogni ezt a nagy dolgot, menjünk, dicsősítsünk az égi királynak. A bölcsök követik a csillagot, amit küldtünk. De szólnunk kell nekik, nehogy értesítsék Heródest az újszülött hollétéről, mert gonosz a szándék az a Messiással. Konkurenciának gondolja, mert nem tudja, hogy nem az ő trónjára pályázik, hanem már sokkal nagyobb hatalma van már most is. Azért, hogy megmentsék az égi király életét,
A bölcsek kerüljék el hazafele Jeruzsálemet, és értesítsék a Szent Családot is, hogy meneküljenek Egyiptomba. Útközben megjelenhetsz nekik, és értesíteted, elég volt már az égi jelekből, mondjuk meg nekik szemtől szembe. Megmondom neki, hogy addig kell Egyiptomban maradni a Szent Családnak, ameddig egy újabb égi jelet nem kapnak. Herodes király már úgysem el sokáig, utána hazatérhetnek. Azért jó lesz, Gábriel, de indulj gyorsan, mert már közel járnak Betlehemhez. Bölcsek, az Isten küldött, Gábriel angyal vagyok. Azért jöttem hozzátok, hogy értesítse le titeket, Herodes király félti a hatalmát, és meg akarja ölni a kistedet. Ó, angyal, akkor mondd meg, mit tegyünk. Térjetek haza más úton, kerüljétek el Jeruzsálemet, és ne is értesítsétek Herodest. Jó úton járunk. Igen, kövessétek tovább a csillagot, az majd elvezet titeket egy házhoz. Ott találjátok majd az újszülöttet. Ha megérkeztetek, értesítsétek a kisded szüleit is a veszélyről. Mondjátok meg nekik, hogy addig ne hagyják el Egyiptom földjét, ameddig újabb ígéret nem kapnak az Istentől. Köszönjük segítségedet! Megtörtént az, amire évszázadok óta várt az emberiség. Az Isten fia földre szállt és megszületett. Hiába szegték meg az emberek a velük kötött szövetségeket. Most egy újabbat köt velük az Úr, ami örökké tartó lesz. A bűneikkel szegték meg az emberek a szövetségeket. Most elküldte fiát, hogy a keresztván eltörölje az emberek bűneit, hogy az emberek többi el ne vesszenek. Istenem, Jézusom, dicsérem szent neved az égben és a földön. Elvittem híredet sok emberhez, hogy hódolhassanak neked. Megváltom. Dicsérlek, mert nagy dolgokat művelsz. Leszálltál a földre, az embereket a bűnfogságából kiszabadítani. Szent vagy Jézus, szent, szent. Uram, királyom, hatalmas vagy, aki élsz és uralkodsz az Atyával és a Szentlélekkel együtt mindörökké. Te, aki legyőzed a gonoszt, a seregek ura, dicsérlek mindörökké. Nagy öröm látni, hogy megszületett a gyermek. Nem is tudom felfogni, hogyan lehet ő az Isten fia. Nem is lehet ezt felfogni, hinni kell teljes szívünkből. Te is így tettél. Milyen jó látni most ezt a csodát. Isten hatalmas dolgot tett velünk. Jézus, te vagy a Isten fia, a köztünk élő csoda. Égi király, angyalait hozták hírül, hogy megszülettél, köszöntésedre érkeztünk. Elhoztunk mindent, amit tudtunk nektek. Tudjuk, hogy méltó úgy sem lesz semmi. Ajándékba adom neked a bundám, látom szegény helyen születtél, pedig uralmat hatalmas az égben. De most szükséged lehet erre a jó meleg bundára, hogy ne fázz. Hoztunk neked teját, sajtot, vajat is. Én elhoztam neked a fülem. Nekem mindig segített. Remélem, neked is segíteni fogsz, a szép zenére vagysz. Én elhoztam kisbárányunk, hogy jövőben mind ételből, mind bundából ne legyen hiány.
Köszönjük, hogy meglátogattatok minket. Már nem csak hisszük, látjuk is, hogy a fiam milyen nagy és szent. Az Isten angyalait küldte el hozzátok a születés hírével. Isten kegyes volt, hogy itt e szent kisgyermeket, égi királyt megláthattuk. Az Isten így gyermeket, ki ma ki... Az új királyt jöttünk köszönteni. Sok égi élet kaptunk, hogy ide kell jönnünk. Itt fekszik előttetek. Úr Jézus, nem hozzád méltó helyen születtél. Jöttünk téged köszönteni, s ajándékainkkal bajaidat csökkenteni. Én aranyat hoztam neked, mint a nagy királyoknak, és tiszteletemet szeretném kifejezni. Mirhát hoztam, valami gyógyszer. Ha valami bajod van, remélem segítségedre lesz. Töményt hoztam, mint az Isten főpapjának. Megtörtént minden úgy, ahogy az Isten akarta. Ez a csoda nem érhet véget soha, a későbbi századokban is meg kell tudniuk az embereknek. Juttassuk el az emberekhez az evangéliumot, az örömhírt. A gyerekeknek pedig vigyünk ajándékot karácsony napján, hogy ők is megismerhessék ezt a csodát. Most pedig dicsérjük az Urat, amiért ilyen nagy dolgot tett.